Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül. Ugye beszéltem arról az imént, hogy coach képzést tartunk. Mi az, hogy coach? A mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító, de egyébként azt jelenti, hogy edző, egy angol szó, magyar eredetű angol szó, na erre vajkom volt, és coach, az a kocsi szóból ered Angliába, és a kocsi szó pedig coach községből ered Magyarországról, még az 1800-as években. Jó, de ugye a mai értelemben az angolok úgy használják, hogy coach az edző. De nálunk ugye nem sportedzőre gondoljunk, hanem olyan edző, aki képes kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Egyébként egy szakma a coach, kicsit hasonlít a pszichológushoz, azzal a különbséggel. Illetve az azonosság az, hogy mind a kettő meghallgatja az adott illető problémáit, vagy problémáját. A pszichológus és a coach között az a különbség, hogy a coach megtalálja a megoldást, és ad megoldást, jó? A pszichológus pedig arra jó, hogy kibeszélje az ember a problémáit, meghallgassa, de igazából megoldást, tényleges megoldást nem ad, jó? Tehát, hogy ad egy coach megoldást? Úgyhogy van tudása az okokozati összefüggések között. És tudja azt, hogy milyen okozatnak mi a valós oka. Jó, tehát ugye négy területen lehet az embernek problémája. Lehet olyan, hogy betegség, lehet olyan, hogy baleset, lehet olyan, hogy családi probléma, lehet olyan, hogy anyagi probléma. És ezeken a területeken keletkezett rengeteg-rengeteg probléma közül, amivel a coach találkozik egy adott személy esetén, ezt megoldja. Különböző coach területek vannak, már én is láttam ilyen sose látott elnevezésű coacht is, már elfelejtettem, hogy milyen coach volt, de érdekes volt, és de lényeg az, hogy a coachok arra törekednek, hogy ha valakinek valamilyen problémája van, akkor arra megoldást kapjon. Tehát mint szakma, ezért pénzkereseti lehetőség is egyben, és elsősorban ugye a világban mindenki pénzkereseti lehetőségből tanulja, hát kivétel nálunk. Jó, tehát nálunk ez egy kicsit másként működik, bár van, aki szintén pénzkereseti formában tanulja. Egyébként maga a coach képzések tanulása az nem, óránként nem kis összeg. Tehát nem kis összeg. Tehát több ezer forintot fizetnek az emberek a coach képzésekért óránként. Tehát sok ezer forintot. Tehát nem pár ezret, most ne értsük félre. Sok ezer forintot. És ez nem egy olyan coachképző, tehát nem olyan szakma, ami gyakorlatilag akkreditált, tehát nem államilag támogatott szakma, mert gondoljátok végig, netán-tán még az emberek megoldanák a problémákat, az annyira nem szimpatikus az államnak, hogyha az emberek képesek megoldani a problémáikat. Az államnak az a szimpatikus, hogyha nem oldják meg az emberek a problémáikat, és problémákkal küzdenek. De miért is jó ez az államnak? Mert ha átlátjátok, akkor az államnak nem nagyon van pénze. Tehát az államnak az állami bevételek nagy része az az adókból származik, és mivel öregszik a lakosság, tehát elöregszik a lakosság, tehát egyre kevesebb a fiatal, és egyre több az idős,
Ugye mi jellemző az idősekre? Az, hogy nyugdíjból élnek elsősorban, és az, hogy betegesebbek, mint a fiatalok. Na most az, hogy valaki nyugdíjas, az pénzbe kerül, az, hogy valaki beteg vagy beteges, az pénzbe kerül, és hát már a nagyvilágban az van, a nyugati társadalomban, nem csak itt Magyarországon, hanem szerte a világban, a második világháborút érintett országoknál mindenütt, az van, hogy hát gyakorlatilag előregszik a társadalom, és egyszerűen nem jön annyi adóbevétel, mint amennyi az egészségügyre és a nyugdíjra való kifizetés. Ez most, nehogy azt higgyétek, hogy ez most egy állami propaganda, amiről beszélek, semmi közünk semmilyen egyéb szervezethez. Jó, tehát mi világéletben függetlenek voltunk, ott látjátok a nevünket, függetlenek voltunk és az is maradunk, jó, tehát minden tekintetben vallási és politikai semlegességünk van teljes egészében, csak hát az emberek jó, ha tudják a tényeket. Tehát ugye onnan vagyok elég felvilágosult avval kapcsolatban, hogy demográfia, egyébként utána is lehet nézni a demográfiának, de én ugye foglalkoztam is demográfiával, hiszen olyan típusú pénzintézet vezető voltam, amely mellesleg ugye piacvezető volt, amely kifejezetten a nyugdíjra takarékoskodást ösztönözte annak idején. Jó? És ezt úgy hívták, hogy önkéntes nyugdíjpénztár. Jó? Tehát nem magán nyugdíjpénztár, nem keverendő a két dolog, hanem önkéntes nyugdíjpénztár. És ugye a vezetésemmel piacvezetővé váltunk annó annak idején, tehát ugye nekem foglalkoznom kellett mint nyugdíjpénztár vezetővel, demográfiával, és már akkor ugye tisztán világosan látható volt, hogy a jövőben, ugye én 90-es években foglalkoztam ilyen területtel, a jövőben nem lesz elég pénze az államnak arra, hogy ezeket a kiadásokat finanszírozza, mármint a nyugdíj és egészségügyi kiadásokat, ezért ugye ezeken a területeken, ugye megnézitek például az egészség területén, már jó kis megszorítások történtek, jó kis pénzelvonások történtek, és hát ugye a nyugdíj területén még nem történt meg ez az elvonás, mert a nyugdíjas az egy a legszélesebb választói réteg. Milyen választói réteg, aki ugye szavaz a különböző pártokra, és hogyha gondold végig, a nyugdíj megszorításokat csinálnának, akkor hogy az a párt nem kapna szavazatot, az hol biztos. Vagy legalábbis nem sokat. Jó? Tehát annyit biztos nem kapna, hogy utána kormányozna. Ezért szerte a világban, ahol ilyen probléma van, mint mondtam, említettem a második világháborút, megélt országoknál van ez a probléma, ezért hitelből finanszírozzák ezeket a kiadásokat. Hitelből, nem az egészet természetesen, hiszen vannak az adóból állami bevételek, de egy nagyon egyszerű számítást ki lehet számolni, hogy gyakorlatilag a dolgozók és nem dolgozók arányát megnézed, és akkor rögtön kiderül, hogy jóval kevesebb a dolgozó, mint a nem dolgozó, mindenütt. Hát mindenütt, és azokat valamiből el kell tartani. Jó, tehát, és miből, ha megnézed, hogy mennyi a dolgozó, és körülbelül átlagosan azt is tudni, hogy ugye az átlag fizetésből tudni, hogy mennyi az átlag adóbefizetésük az embereknek, és onnantól kezdve egyértelműen ki lehet számolni körülbelül 15 perc alatt, hogy egy országban finanszírozható-e a nyugdíj, az adóbevételekből és az egészségügyi ellátás, vagy nem finanszírozható teljes egészében. Ha nem finanszírozható, akkor szerintetek miből finanszírozza az állam? Hitelből. Ezért van az, hogy minden második világháborút érintett országban gyakorlatilag, ahol ilyen rendszer van, ez a felosztó kirovó rendszer, ott minden ország fokozatosan eladósodik. És eladósodott. Mindegyik. Van, amelyik nagyobb mértékben, van, amelyik kisebb mértékben, tehát mondhatjuk azt,
hogy az élet minősége az embereknek, ami a nyugati államokban van, hitelből van finanszírozva. Ez olyan, mint mikor egy család úgy boldogul, és úgy mutat kifele magas életminőséget, hogy hitelből vásárol ezt, azt, amazt. De van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. Tehát ami kicsiben, az ugyanolyan nagyban, ami nagyban, ugyanaz kicsiben, tehát ugyanúgy működik egy család, mint egy ország, vagy ugyanúgy működik egy ország, mint egy család. Tehát lényeg az, hogy nagy bajok vannak, és nem kis bajok lesznek, még nagyobb bajok lesznek, ugyanis nem tudom, tudjátok-e, hogy a második világháborút követően mikor születtek a legtöbben. A Ratko korszakban, ez 50-től 56-ig, egy, de volt egy 10 éves periódus is, 70-től 80-ig, amikor még több gyerek született, mint a Ratko korszakban. Erre varjatok gombot. Oké? Abban a 10 évben több gyerek született, mint a Ratko korszakban. Nem hiszed, utána tudsz nézni a neten. A népesség alakulása címen utána tudsz nézni. És ott született a legtöbb gyerek abban az időszakban. Jó, és ha megnézitek, mi lesz azokkal? Mi lesz akkor, hogyha azok is elmennek? A Ratko korszak már elment nyugdíjba, és okozta a válságot, ami most van. És ami volt 2008-ban, mert akkor kezdődött a Ratko korszak elmenni nyugdíjba. Oké? Na most, tehát a második világháborút követően, de második világháborút követően Magyarországon Ratko korszaknak hívják, de mindenütt volt egy népesség fellendülés. Tehát mindenütt. A második világháborút érintett országoknál mindenütt volt a második világháborút követően egy népesség növekedési fellendülés. Ugye a háború következményeként, ahol jócskán lefogyott a lakosság, főleg a férfi lakosság. Ezért volt egy növekedés. Az elment nyugdíjba, az már elment, ugye már 56-ig, max 60-ig volt ilyen nagyobb népesség növekedés. Az már ugye nyugdíjasok, a 60-as azok most mennek nyugdíjba. Ezért van itt a világválság. Jó? De hát azt mondják, hogy a Covid, a háború, ez az egész duma, érted? Duma. Jó, tehát itt az a baj, hogy az állam nem tudja az adókból finanszírozni és az állami bevételekből a teljes állami kiadásokat. Nem csak itt, sehol. Tehát ott azokban az országokban, ahol felosztó kirovó rendszer van, a felosztó kirovó azt jelenti, hogy nem. Tehát jó tudni, hogy a második világháború előtt olyan nyugdíjrendszerünk volt, ami azt jelentette, hogy az emberek befizették a pénzüket, a munkaadók befizették a pénzeket, és azt befektették, és utána, amikor elmentek nyugdíjba, akkor abból volt nyugdíj, és a befizetett pénzekből, meg a hozadékokból. Ez nagyon hasonlított a mai magán nyugdíjpénztárak működéséhez, csak akkor ezt nyugdíj alapoknak hívták. Nyugaton még ilyen nyugdíj alapok nem szűntek meg, mert nem volt szocializmus. A szocializmusban a nyugdíj alapokat úgy, ahogy volt, sütj, megszüntették. Sőt, már a második világháború idején megszüntették, ugyanis a nyugdíj alapok pénzét használták fel a háborúra. Jó, csak hogy tiszta és világos legyen. De azelőtt persze, ha olyan munkahelyen dolgozott valaki, hogy fizette a nyugdíj alapját, akkor volt nyugdíja. És ez így működött. Erre indították volna el is indították 93-94-ben, mert 94 évelején született meg a törvény, majd 96 év közepén született meg a magánnyugdíjpénztárokra vonatkozó törvény, előtte az önsegélyező pénztárok, ugye, 94 évelejétől, és azt a célt szolgálta volna
ez a két rendszer, az önkéntes nyugdíjpénztár és a magánnyugdíjpénztár, hogy a jövőben legyen az embereknek saját nyugdíjuk. Világos? Ne csak állami. Tehát ezt úgy hívták annak idején, még én így kezdtem el 94-ben a nyugdíjpénztárral való foglalkozást, hogy háromlábú nyugdíjrendszer. A háromlábú nyugdíjrendszer az azt jelenti, a munkáltató befizet, ez a magánnyugdíjpénztár, amit az egyén befizet saját maga, az az önkéntes nyugdíjpénztár, és amit az állam fizet majd nyugdíjat, az a harmadik láb. Érted? Tehát nyugaton sok ország van, ahol ez a háromlábú nyugdíjrendszer van. Oké? De a szocialista országokban, vagy a volt szocialista országokban ezt mind megszüntették. Tehát sehol egyetlen egy szocialista ország nincs, amelyiken volt szocialista ország, ahol ez így működne, de nincsen. Ugye szocialista ország Kína, ott sincs ez a rendszer, jó? Csak hogy világos legyen. Koreában sincs, Észak-Koreában az is szocialista ország. Nincs ilyen rendszer. Tehát ami azt jelenti, hogy az állam vállalja a teljes finanszírozást, na ugye tudjuk, hogy ugye azt csinálták, hogy fogták és elvették a magánnyugdíjvagyont, az állam, mert abból törlesztett vissza hiteltartozást, ugye, mint ország, és most az önkéntes nyugdíjpénztáraknál például azt csinálták, hogy felszabadították az önkéntes nyugdíjpénztáraknál csak, hogy hívják rá, nyugdíjra lehetett fölvenni a pénzt, adómentesen természetesen, de most felszabadították, hogy lakásvásárlásra is föl lehet venni. Meg lakásépítésre, meg ilyenekre. Meg ha gyereked épít lakást, annak az építésére is fel lehetnek. Kezdjétek el, nyugdíjra gyűjtöttek az emberek, és azt el fogják használni építkezésre. Szóval, ami azt jelenti, hogy mi a frázból fogják az emberek a nyugdíjukat finanszírozni? Oké, de itt most nem nyugdíj finanszírozási propaganda van, most nehogy félreérsz, csak hogy lásd a jövőt. Tehát lásd a jövőt minden téren, mert ugye mindig beszélek arról, hogy milyen területen, milyen jövő várható, és gyakorlatilag mindenütt sötét a jövő. Tehát mindenütt. Tehát gondold végig, tehát az 1970-ben indult a nagy boom, a népesség boom, és 1980-ig tartott. A 70-esek mikor fognak nyugdíjba menni? Most a nyugdíjkorhatár az 65 év, akkor azok 35-ben, nem? Jól számolom? De ez a 35, ez nem érdekes nekünk egy másik dátummal kapcsolatosan? Csak gondoljátok végig. Van nekünk egy másik 35-ös dátumunk is. Az aranykor, így van. Világvége, igen. Világvége vagy aranykor. Tehát szó szerint világvége vagy aranykor. Tehát vagy ez, vagy az. Szóval, ne jó kis címünk lesz. Ez lesz a címünk, el nem felejtem. Jó, majd Ernesto ír már rám, hogy a Skype-on, hogy ez legyen a cím. Szóval gondoljátok végig, hogy milyen világ várható. Jó, azt mondod, hogy jó, a 35 az hol van még. Csak tudod, ez úgy működött régen, hogy nyugaton, hogy valaki elkezdett dolgozni, és onnan a nyugdíjba vonulásáig takarékoskodott. Érted? Önkéntes nyugdíj alapba, mert ugye nyugdíj alapoknak hívják odakint, vagy magán nyugdíj alapokba. És ugye itt is ez volt a terv, hogy nyugdíjpénztárakba majd takarékoskodnak az emberek a nyugdíjukra. Önkéntes és magán nyugdíjpénztár. Csak ezt az egészet így feldúlták úgy, ahogy volt. Hát én gyakorlatilag ezért szártam ki annó annak idején abból a területből. Hála a jó Istennek, mert ma akkor elkezdték feldúlni ezt a területet. Jó, tehát hogy kezdték el feldúlni? Megváltoztatták az adókedvezményt. Gondold végig, valaki régen befizetett egy nyugdíjpénztárba
és arra a befizetésre, mondjuk befizetett egy évben 100 ezer forintot, kapott rá 50 ezer forint adókedvezményt. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy 50 ezer forinttal kevesebb adót kellett fizetni. Ha 200 ezer forintot fizetett be egy évben, akkor 100 ezer forinttal kevesebb adót. Így indult az egész. Gondold végig. Hát ezért fogtam bele. Ez egy baromi jó lehetőség. És utána fogták, azt levitték 25%-ra, érted? Az adókedvezményt. Így egyik napról a másikra. Jó, tehát levitték ugyanarra a szintre, mint a biztosításoknál van, mert ott van a 25% kedvezmény. Jó? Csak ugye tudjátok, mi volt a különbség? Az, hogy a biztosítások az profitorientáltak, a nyugdíjpénztár meg nem profitorientált. Érted? Tehát ott nincs profit. Ott, ha profit van, az mind a tagoké, tehát mind a befizetőké. Minden egyes befizető az tulajdonosa a pénztárnak, mert erre varjában van. Erről nem is tudnak az emberek. Érted? És mivel tulajdonos, ő neki részarányosan hozzá kell jutni a profithoz. Érted? Az biztosítóknál nem így működik, bankoknál nem így működik. Ott profitorientált szervezetek a profitot a tulaj zsebre rakja. Világos? A nyugdíjpénztárnál, önsegélyező pénztárnál, egészségpénztárnál a befizetők azok tulajdonosai egyenlő részben a pénztárnak. Csak hogy világos legyen. Erről az ilyen befizetők nem is tudnak, érted? Nem tudnak róla. Akkor se tudtak, most se tudnak. Tehát ez egy teljesen jó rendszer volt, amit létrehoztak ugye 94-ben meg 96-ban, de az egészet fölrúgták. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag takarékoskodási formával, hagyományos takarékoskodási formával esélyed nincs nyugdíjra gyűjteni. Érted? Esélyed nincs. Elkezdesz nyugdíjra gyűjteni, és gyakorlatilag kevesebb pénzt fogsz megkapni, mint amennyit befizettél. Mert közben a pénzedet majd elviszi az infláció. Meg a hasznot. Érted? És összességében értékben megnézed, tehát összegben többet kapsz majd, de értékben megnézed, kevesebb lesz az értéke annak, amit kapsz, mint amikor befizetted. Érted? Hát így ilyen világunk van. Tehát, hogyha most azt várja valaki, hogy alacsony legyen az infláció, akkor az virtuálisan lesz alacsonyabb. Ez mit jelent az én értelmezésemben? Azt jelenti, hogy lejjebb viszik az alapkamatot, és akkor látszólag alacsonyabb az infláció, érted? De az inflációt az aranyhoz kell mérni, mert az arany a standard. Nem véletlenül mondják, hogy arany standard. Érted? Mióta pénzügyel foglalkoztam, elkezdtem foglalkozni 91-től pénzügyel, volt egy ilyen kifejezés, azóta is használják egyesek. Most például bevezetik a BRICS országokban az arany standardet. Jó, tehát az arany standard az azt jelenti, hogy az arany a kiinduló alap. Oké? És ugye ez régen úgy működött, míg a virtuális pénzt nem kezdték el nyomtatni, hogy aranyfedezete volt ugye az országokban a pénznek. És tudjátok, hogy miért volt Magyarországon akkor a brutális infláció? A világ eddigi legnagyobb inflációja a háború után? Mert nem volt itthon az aranyfedezet. Tehát magyarul Magyarországnak nem volt a pengőjének aranyfedezete. Képzeljétek el? Akkor ez még így. Hát a második világháborút követően kimentették Ausztriába. Ausztriában volt az aranyunk. Ennek utána tudsz nézni.
nem is tudom, mikor került vissza. Persze, a vonattal kivitték, így van. Az kormányőrök, vagy hogy hívják őket, akik az aranyra vigyáztak. És kimentették, és abban az időszakban nem volt itthon aranyfedezet. És mivel nem volt aranyfedezet, a forint érte, vagyis a pengő érdeke az naponta, mit tudom én, mennyit romlott. Naponta mennyit romlott, érted? És utána, amikor visszahozták, na az lett a forintnak az aranyfedezete. Érted? Tehát akkor, mikor a forint, tehát mikor visszahozták az aranyat, akkor vezették be a forintot. És a forint, mivel volt aranyfedezete, már stabil volt. Érted? Jó? Tehát csak egy ilyen érdekességek vannak, amiről halvány dúsztja nincs az embernek. Jó, tehát lényeg az, hogy most a világban a pénzeknek nincs aranyfedezete. Tehát nem is tudom, hogy van-e olyan ország, amelyiknek van aranyfedezete, szerintem nincs. Most vásárolják föl az aranyat, hogy legyen egyes országban aranyfedezet. A BRICS, igaz, a BRICS országokban. Mert olyan közös valutát akarnak kiadni, olyan valuta, ami azt jelenti, hogy nem közös, nem úgy, mint az euró, most ne érts félre. Tehát, mint a dollár olyan. Tehát az azt jelenti, hogy állítólag rubelt akarnak csinálni, tehát egy aranyfedezetű rubelt, és azon fognak kereskedni. De ez ilyen hetek kérdése. Érted? Vagy max hónapok kérdése. Tehát már úgy áll, hogy már közvetlen bevezetés alatt van a SWIFT, a nemzetközi elszámolási rendszer, ugye, amivel utalunk külföldre, meg utalnak külföldről Magyarországra, meg össze-vissza minden államban, az a SWIFT rendszer, annak az alternatíváját már megcsinálták. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szinte tesztelés alatt van, érted? Ami azt jelenti, hogy a dollár hegemóniája meg fog szűnni, azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy a dollár értéke le fog esni, az tudod, mit jelent? Az euró értéke le fog esni, azt tudod, mit jelent, hogy a forint értéke le fog esni. És az összes euróhoz kapcsolódó valuta értéke le fog értékelődni. Oké? Tehát csak úgy tiszta és világos legyen, hogy átlássátok azt, hogy mifelé megyünk, és ez nagyon itt kopogtat. Nem véletlen mondom 2017 óta, hogy legyen 3 évnyi tartalékod. Nem véletlen mondom. Oké? És nem az a tartalékod, amiben laksz. Mert nem tartalék, mert ki fogja megvenni. Hát az inflációban az a lényeg, érted, hogy gyakorlatilag visszaesik a pénzforgalom. Tehát mikor jól mennek a dolgok, akkor a pénzforgalom megnő, mikor rosszul mennek a dolgok, akkor a pénzforgalom visszaesik nagy mértékben. És az azt jelenti, hogy az emberek olyankor nem vesznek ingatlant. Ha te a vagyonodat az ingatlanodba tartod, akkor a nagyon rossz lóra tettél, nem tudod pénzét tenni. Érted? De a magyarra nagyon jellemző. Tehát ugye néztem nem egyszer pár évvel ezelőtt egy statisztikát, hogy a vagyon tekintetében hogyan állnak az Európai Uniós országok, és elég jó helyen állunk, képzeljétek el. Abban a tekintetben rossz helyen állunk, hátul, hogy befektetésekbe, tehát hagyományos befektetésekbe tartunk-e pénzt. Tehát az azt jelenti, hogy olyan befektetésbe, ami likvid. A likvid, hogy viszonylag gyorsan pénzét tudod tenni a befektetésedet. Ebben nagyon rosszul állunk, valahol hátul camogunk, a hátsó negyedbe. Viszont a vagyon, az ingatlan vagyonba, meg nagyon jó helyen vagyunk.
az Európai Unióba. Tehát így összességében ugye a középmezőnyben vagyunk, de az ingatlan vagyunkban viszonylag elő vagyunk. Igen, ám az ingatlan az nem tehető pénzé, azt nem tudod megenni. Érted? Nem baj, majd az emberek megtanulják a hasukon való spórolást. Semmi gond, úgyis azon lehet a legtöbbet spórolni. Hát a legtöbbet mindenki a hasán tudja spórolni. Hát legalább megtanulja ismét a magyar, mert régen ez így működött, hogy az emberek a legtöbbet a hasukon spórolták meg. Nem jártak étterembe enni. Drága fiatalok, régen az emberek nem jártak étterembe enni. Mi sem mentünk el soha. Akkor ettünk étterembe, ha szállodában voltunk. Egyébként nem. Érted? Nem. Tehát mi, ugye nem én, a nejem az főzött. Ennyi, meg most is azt csinálja. Tehát sose ettünk étterembe. Egyszer volt, hogy Marian kórházban volt, mert akkor szült, és a Gergővel elmentünk, hogy ne kelljen főzni. Elmentünk étteremben. Így van, akkor szülte ugye a Levit. Na, ilyenek voltak. Szóval, de én nekem ugye az étel, amit a szüleim, vagyis hát ugye szüleim, mert ott apu is besegített a főzésbe, főztek meg utána, amit Marian, meg anyósom, meg stb. Nekem arra sose volt gondom, nem volt olyan késztetésem, hogy én étterembe menjek. Nem baj, majd szépen magyarok visszaszoknak arra, hogy spóroljanak az étkezésen, érted? Mert azon lehet a legtöbbet spórolni. Nem vicc. Olyan. Mert nem lesz pénzük. Nem lesz pénzük. Lesz. Csak nem lesz értéke. Érted? Vásárló értéke. Ez van. Tehát az inflációnál az eladók az elsők, akik megemelik az árakat. Mert nem jönnek ki abból a pénzből. Gondold végig. Tehát a kereskedők, eladók, gyártók emelik fel elsőnek az árakat, mert nem jönnek ki abból. Mert elinflálódott a pénz. Hát gondold végig, 6 hét alatt 15%-ot romlott a forint az aranyhoz képest. 6 hét alatt. 15%-ot. A tavalyi évben az aranyhoz képest a forint 43%-ot romlott. Érted? Nem a tavalyi évben, bocsánat. A 6 héttel ezelőttől számítva egy évben. Érted? Tehát 6 héttel ezelőttről számolj vissza 12 hónapot, és ott abban a 12 hónapban 43%-os romlás. Akkor például azt mondja, hogy a tavalyi évben, az egész évben 33%-os romlás az aranyhoz képest, érted? Tehát januártól januárig. És nem sokkal maradt ettől el az euró most. Nagy félreértsétek. Tehát nem soktól maradt el. Tehát ugye azért, mert a forint a dollár az így, meg az euró az így mozog. A forint meg így mozog. Érted? Mert játszanak vele, mivel viszonylag kevés van belőle. Abból a valutából, amivel viszonylag kevés van, lehet játszani. Jó, a befektetők tudnak játszani vele, az állam tud vele játszani. Hogy éppen hagyjuk nekik. Érted? És akkor úgy játszanak vele. Jó, tehát nem jó időszak köszönt az emberekre. És itt egy kérdés van. Mi lesz veled? Mindig egy kérdés van. Mi lesz veled? Tehát mi lesz veled? Tehát mi lesz veled? Tehát ugye mit fog okozni? Nézzük még, mit fog okozni ez a kérdés. Ugye az emberek úgy működnek, itt van például ez egy új dolog, nem nagyon új, de viszonylag új. Ezek a rövid videók, Reels videók.
Érted? Ezek a Reels videók, ezek a pár másodperctől, mit tudom én, pár perces videókig terjednek, érted? Ezek a Reels videók. És ezek a legnézettebb videók manapság. Milyen műsorok, tévéműsorok voltak rövidek régen? Meg most is. Milyen tévéműsorok voltak Reels? A reklámok, így van. Hát a reklámok pár másodpercek, vagy pár percesek max. Érted? A reklámok. Most gondold végig, vannak a reklámok, meg vannak a rövid videók, a Reels videók. Analóg a két dolog. Miért? Hát a Reels videókkal hozzászoktatják az embereket a rövid. Két dologhoz szoktatják hozzá az embereket. Egyik az, hogy a rövid, tehát hogy rövid videót nézzen. Hát a reklám is videó. Jó? Tehát rövid videót nézzen. Tehát megszokja a rövid videót. Érted? Hosszút már nem akar. Tehát az ember hozzászokik, aki rövid videókat néz, az egy idő után azt mondja, hogy neki nincs ideje hosszú videóra. Oké? Nem is néz hozzá. Igaz, hogy órákon keresztül nézi a rövid videókat, érted? Egymás után, de ennek nincs ideje ugye a hosszú videóra. Ez az egyik. Közben mi lesz majd? Mit fogsz látni? Hogy szépen egyre több reklámot csempésznek bele a Reels videók közé. És akkor az emberek észre se veszik, mert ez is Reels, meg az is Reels, de a tudatalattiába bemegy, hogy vásároljon. És az ember olyan bolond, hogyha kell, erőn felül is vásárol. Oké? Simán. Áruhitelt régen föltalálták. Én ismerek olyan embert, hogy áruhitel. Bement el a háza, a lakása. Áruhitelbe. Nem is egyet. Egyiknek a háza, másiknak a lakása. Ráadásul még két testvér is. Érted? Oké. Szóval, lényeg az, hogy mi a másik dolog ebben a Reels videóban? Hát az, hogy figyelemhiányosak lesznek ezek az emberek. Mint a gyerekek. Tehát a gyerekek, akik állandó impulzus alatt vannak, az mind figyelemhiányos az iskolában. Szépen megtanítják a felnőtteknek, a Reels videók által, hogy figyelemhiányosak legyenek. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy kitartása nulla lesz, nulla. Érted? Mert neki mindig újabb impulzusra van szüksége. Hát láttátok? Hogy ebből mekkora gáz lesz? Ami azt jelenti, hogy ez a végső csapás a társadalom elhűítéséhez. Érted? A Reels videók. Szó szerint. Egyszerűen nem tudom, te hogy tudsz nézni Reels videókat, én megkíséreltem. Utálom őket, érted? Miért? Mert nincs vége. Úgy nincs vége, hogy annak a gondolatsornak nincs vége. Hát félbehagyják, érted? Te nem látod, mi a következmény, érted? Persze, csak bedobálnak egy-egy részletet, és nem tudod a következményt. Világ életemben például az olyan filmeket is utáltam, aminek rossz volt a vége. Csak az olyan filmeket szerettem, aminek jó volt a vége, tehát happy end. A Reels videóknak hol a vége? Sehol. Azoknak nincs vége. Ami azt jelenti, hogy a vége valahol messze van, és beraknak belőle egy pár másodpercet, vagy egy pár percet. Érted? És valaki ezt megszokja, hogy nézegeti a Reels videókat, mi lesz vele? Mondom, totál figyelemhiányos. Neki állandóan új és újabb impulzusra van szükség. A fogyasztói társadalmat tökéletesen ki fogja szolgálni, csak tudnám, miből fogja fizetni. Nem baj, majd hitelből. Ami azt jelenti, hogy meg tudják valósítani azt, hogy
nagyobb tömegbe viszik el majd az ingatlanukat az embereknek. Úgyis Magyarországon, ha megnézik, előkelő helyen vagyunk az Európai Unióban az ingatlan tulajdonokat figyelembe véve. Mert ugye nyugaton sokkal többen laknak bérlakásokban. Magyarországon meg mindenki arra törekszik, hogy saját lakása vagy háza legyen. Érted? Tehát gyönyörűen látni a jövőt, érted? De abba tudod, mi a pozitív dolog? Nekünk baromi pozitív. Mert az elhűlés, elbutulás ellentéte a tudatosodás. És mi a tudatosodással foglalkozunk, érted? És aki nem akar elhűlni, elbutulni, annak egy megoldása van, tudatosodik. Érted? És megnézzük tudatosodással az élet minden területén, hány szervezet foglalkozik rajtunk kívül? Hány? Egy se. Nem Magyarország szinten, bolygó szinten. Egy se. Nézzük. Mi ez az élet 10 területe? Itt van. Jó. Itt van 10 terület. Ha valaki azt gondolja, hogy egy területet meg tud tanulni mondjuk egy hétvégén, az álomvilágban él. Mert az emberek így működnek, főleg most már nézik a Reels videókat, tehát akkor most 3 perc alatt fogok megtanulni valamit. Azt gondolják. Nem 3 perc alatt, egy hétvégén vagy egy hét alatt sem lehet sok mindent megtanulni. Írni, olvasni mennyi idő alatt tanultál meg? Számolni, alapműveletű számítás. Egy hét alatt megtanultál? Ki van csukva. Oké? Na most az írni, olvasás, számolás, az szerinted ezekből a területekből mekkora részt képviselhet? Egy ennyit, érted? Körülbelül. Ez azt jelenti, hogy egy téma, ha mindenről beszélnénk abban az egy témában, lehet, hogy több mint egy év. Érted? Egy téma. Hát az nem azt jelenti, hogy hetente 168 órát tanulsz, mert ugye annyiból áll a hét, és amikor alszol, hanem mondjuk csinálod a dolgodat, és mondjuk heti szinten tanulsz, mit tudom én, mondjuk 8 órát. Érted? 7 órát, 7-8 órát. Heti szinten, az nem olyan sok. Ha valaki azt mondja, hogy heti 7-8 órára nincs tanulásra időm, akkor ez pusztuljon el. Hát ennyi. Nem tudok más mondani. Tényleg, mert ez lesz. Hát ez lesz. Az ez lesz. Az el fog pusztulni. De tényleg. Hát figyelj, a hülyék menni fognak a levesbe. Önként. Ráadásul az a baj. Hát de tényleg. Hát ugye tény a következő. Gondoljuk végig. Tény. Ezt én saját magam meggyőzöttem, hála Istennek, nem magamon, hanem más embereken. Hogy egy magasabb életszínvonalat elértek, ugye a világhoz képest Magyarországon is egy jóval magasabb életszínvonalon élnek az emberek. Nyugaton még magasabban természetesen. Tehát mikor te az anyagi szinteddel elégedetlenkedsz, akkor jóval tudod, hogy körülbelül, mit tudom én mondjuk, 6,5 milliárd ember sokkal rosszabbul él, mint te. Érted? Jó? Na most, tehát akkor ugye az emberek úgy működnek itt a nyugati társadalomban, ahol van egy magas életszínvonal, valószínűleg, hogy ez egy tervezet volt, hogyha kell hitelek árán is emeljük meg az emberek életszínvonalát, és utána majd hullanak, mint a legyek. Mert az ember olyan, hogyha az anyag, tehát az ember, ha egy embernek nincs célja, akkor földobja a talpát. Ez egy alap. És elérték az embereknél, hogy csak anyagi természetű céljaik legyenek.
Utána elérik azt, hogy ne tudja az anyagi céljait megvásárolni. És egy céltalan ember szépen vonul a temetőbe, illetve viszik. Oké? Bár én ismerek olyan embert, aki a temetőbe halt meg. És nem kellett hazavinni, képzeld el. Tényleg, elment egy temetésre, és ott meghalt a temetésen, és utána már ott hagyták. Vitték halottas házba. Persze. Ráadásul még rokon is. Képzeld el. De Marian egyik nagynénje. Képzeld, így halt meg. Elég nevetségesnek tűnik, de morbid is. Érted? De tényleg így volt. Szóval, lényeg az, hogy ilyen egyszerű. Ez egy valószínűleg egy forgatókönyv, érted, ha megnézed. És ez egy tök logikus forgatókönyv. El kell érni, hogy az embereknek csak anyagi céljaik legyenek. Utána el kell érni azt, hogy az anyagi céljaikat pénzügyi okokból ne tudják megvásárolni. És kész. Céltalanokká válnak, és a céltalan ember meghal. Ezért halnak meg hamarabb a férfiak, mert nekik már a munka után nincs céljuk. Érted? A nőknek meg van maradt cél a család. Ugye, és ha valaki szeret főzni, akkor a szer etet. Tudod? Ami azt jelenti, hogy eteti a családát. Szer, mert ő szereti. Ugye a szeretetét az etetéssel mutatja ki. Ezért ugye szeretet, abban benne van a szeretetben, hogy szert, etet. Érted? Ott van benne. Csak elvették a T betűt. Jó? Ja? Volt Kazinczy féle magyarosítás, úgyhogy hogy sok minden szó megváltozott. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez a jövő. Drága barátaim, ez a jövő. Nem vicc, a buta emberek, a tudatlan buta emberek, azok meg fognak halni. Érted? Mert nem lesznek céljai. Tehát, de ez így is van. Tehát lehet, hogy hallottál már ilyenekről, nem tudom, én nekem sok ilyen ismeretem van ezzel kapcsolatban. Hogy? Amikor nagyon nehéz egy embernek, akkor van két választása. Vagy meghal, vagy elindul a fejlődésében. Oké? Ennyi. Nincs más. Ugyanis a szellemi fejlődés az nem anyagi természetű cél. Ilyen egyszerű. Oké? Nem anyagi természetű cél. Hanem a szellemi természetű cél. Semmi köze az anyaghoz. Na most gondold végig, bármilyen anyagi célt kitűztél, ha sikerült megvenned, akkor az a cél beteljesült. Nem? És kellett keresni új célt. De a szellemi fejlődés az nem tud beteljesülni. Ezeken a területeken te nem tudsz tökéletes lenni, csak egyre jobb. Érted? Senki nem tud ezeken a területeken tökéletes lenni, csak egyre jobb. És tanulhat az ember bármeddig, akkor is ezeken a területeken lehet még tanulni hozzá. Oké. És most olyan területről beszéltem, ami az abszolút hétköznap. Hiszen az hétköznapi életünk ezekről a területekről szólnak jellemzően. És akkor mi van egy másik területtel? Nézzük csak. Nem a szellemi fejlődés, hanem a lelki fejlődés. Mert a lelki fejlődés alapja a szellemi fejlődés. A lelki fejlődés. Amiért itt vagyunk? Hogy állsz ebben a kérdésben? Minden ember ezért jött le, hogy a lelke fejlődjön. Mindenki ezért jött le, hogy a lelke fejlődjön. Nem az emberként jöttél le, hanem a lelked ezért jött le,
hogy fejlődjön. Fejlődjön a lelked. Miért kell a léleknek fejlődni? Hát azért, mert a lélek egy olyan halhatatlan energialény, amely évmilliárdok óta, akár évmilliárdok óta gyűjti a tudást, és annak egyik formája itt a földi lét. Oké? Okay. És utána az így gyűjtött tudást hozzá kerül az eddigi elmentett tudáshoz. És amikor az ember visszakerül abba a létformába, amiben ből jött, ugye az nem egy növényi vagy állati létforma, hanem ez egy magasabb rendű létforma az emberi léthez képest, akkor az illető visszakapja az összes tudását onnan, hogy a teremtő létrehozta saját magából az illetőnek a lelkét. Világos voltam? Ez azt jelenti, hogy ide lejöttünk tanulási szándékkal, lélekfejlesztési szándékkal. Világos? Ehhez képest a legtöbb embernek megközelítőleg sincs semmi köze a lelkének a fejlődéséhez. Ehhez képest. Tehát az emberek azt gondolják, hogy azért jöttek le, egyenek, igyanak, gyerekeket csináljanak, már sokan azt se gondolják, hogy azért jöttek, mert azt se akarnak csinálni. És jól érezzék magukat, az kész, ennyi. Lehetőleg minél több pénzt költsenek, nem? Ezért vannak itt, azt gondolják. Hát csak össze kéne hasonlítani akkor. Hát most ezért vagyunk itt, akkor olyan az előző évezredekben az a sok ember, akik összesen ugye születtek, azok miért voltak itt? Kéne ezen elgondolkodni? Hát nekik nem volt pénzük. A gazdagoknak volt, aztán a többieknek nem. Hát ha ezért van, akkor mi megváltozott, hogy akkor másért voltak, most is másért vannak. Tehát azért voltak akkor, hogy a földet túrják, meg állatokat tenyészenek, most meg azért, hogy pénzt költsünk. Nem tudom, gondolkoztam ezen? Hát nem logikus az egész. De valamiben nem, valamiben nincs logika, akkor az abban hazugság van, érted? Tehát ha nincs benne logika, akkor hazugság van benne. Jó? Miért van benne logika? Mert mindent értelmes lények teremtettek a világegyetemben. Ezért van benne logika. Érted? Mindent. Kivétel az energiát, az az egyetlen. Érted? Amit nem ők teremtették. De más mindent. Az összes anyagot és egyéb dolgot. Jó? A tudást is az értelmes lények hozták létre. Jó? Mondom, ha nincs benne logika, abban hazugság van. Ez egy szabály, úgyhogy most ezt jegyezzétek meg, mert ez a tudás része, jó? Tehát amiben nem tudsz logikát találni, az, ami abban hazugság van. Világos? Ezáltal elég könnyen rá lehet jönni a hazugságokra. Tehát ha nincs, ugye a logika az azt jelenti, hogy lépésről lépésre végig tudod vinni. Érted? Az elejétől a végéig, logikusan. És ezt nem tudod megcsinálni, ott ugrások vannak benne meg, pücköt, mindenféle, akkor ott az hazugságok vannak benne. Jó? Na szóval, tehát például, ezért nem lehet evolúció, mert abban semmi logika nincs. Hát evolúcióban nincs logika. Ez teljesen logikátlan. Jó? Ezért nem lehet evolúció. Lehet olyan szinten, hogy mit tudom én, hogy madár, vízi madár is szeretne lenni, akkor növeszt úszóhártyát. Szokták is mondani azokra az emberekre, akik nagyon szeretnek úszni, tudod, hogy lassan már úszóhártyák nőnek az ujjait között. Jó, tehát de ez, na, ilyen evolúció létezik. De olyan, hogy mit tudom én, mondjuk a majomból legyen egy ember, vagy az egysejtűből egy ember, így az evolúció révén, mint amit tanítottak nekünk biológiában, érted, hogy évmilliárdok vagy évmilliók során akkor az egysejtűből lett egy ember, na jó, hát mondják az anyjuknak. Jó?
Ez akkor se tetszett nekem, mikor ezt mondták. Még általános iskolában. Na, nem találtam benne semmi logikust. Jó? Nincs benne logika. Tehát egy sejtű volt, meg egy sejtű marad. Ennyi. Jó? Egy madár az madár volt, madár maradt. Jó? No szóval, és akkor még ilyeneket is kitalálnak, hogy mit tudom, a hüllőkből lettek a madarak, meg ilyen baromságokat, érted? Na jó, adjanak már hülyeségükkel. És akkor az emberek ezt elhiszik. Mondom, amiben nincs logika, azt a hazugságokkal rakták tele. Jó? De elég, ha egy-két hazugság van benne, nem feltétlenül kell telerakni. No szóval, itt van a lelki fejlődés. Mindenki azért jött le, hogy oda följusson, beteljesítse a küldetését. Bizonyán. Jó, hát azt mondod, honnan tudjam, hogy mi a küldetésem? Hát, akik itt tanulnak, körülbelül legrosszabb esetben is, ha ezt már tanulták, 15 percen belül megmondja neked, mi a küldetésed. Érted? Aki ezt tanulta már itt. Mindenkinek van. És a születési dátumodban benne van a küldetésed. Na, erre várják gombot. Hogy a manóba? Sőt, a nevedben benne van a személyiséged. Érted? Amilyen a neved, olyan a személyiséged. Na, milyen egyszerű. És akkor az emberek csak az anyagba hisznek. Most ugyan már a küldetésednek mi köze az anyaghoz? A születési dátumodnak mi köze az anyaghoz? A nevednek mi köze az anyaghoz? Érted? És a nevedben benne van a személyiséged, hogy milyen vagy. Jó, azt egy kicsit hosszabb időbe telik kielemezni, mert az, ugye az nem 7 számjegyből áll, hanem az azért... Jó, ha valakit ópálnak hívnak, az, ugye az egyszerű, mert csak 4 betű az egész, érted? Ja? De például egy hölgy, aki fölvette, és megtartotta, fölvette a férje nevét, és megtartotta a lánykori nevét, érted? És a teljes férfi nevét, férje nevét fölvette, ami mit tudom én, mondjuk 2 keresztnévből állt, hát akkor ugye azt elég hosszú kielemezni a vala rengeteg betűvel. De az ópát azt egyszerű. Jó, szóval a lényeg az, hogy gondold végig. Attól, tehát ugye tudjátok azt, hogy az előbb volt egy olyan, hogy 10 életterület. És a 10 életterületben volt az, hogy ugye a hatóságokkal hogy bánjunk. Abba benne van a törvények, szabályok ismerete. És ugye van a törvények ismereténél egy ilyen, hogy a törvény nem tudása nem mentesít. De az égi törvények, tehát a földi törvények tudása nem mentesít. Az égi törvények tudása, nem tudása sem mentesít. Tehát attól, hogy valaki nem ismeri az égi törvényeket, nem mentesítő körülmény. Az egy égi törvény, hogy benne van a születési dátumodban a küldetésed. Az egy égi törvény, hogy olyan vagy, mint amilyen a neved. Érted? Tehát ezért, mit tudom én, valakinek ilyen nagyon csúnya neve van, ilyen csúnya szóból áll. Mit tudom én, mondjuk Mészáros, így van. Le kéne cserélni. Tényleg. Vagy ördög. Csak azért, mert most jött egy ilyen tanuló, hogy ördög. Le kellene, így van. Le kellene cserélni. Le kellene cserélni. Nem vicc, komoly. Hála Istennek ezekre lehetőség van. És képzeld el, valaki lecseréli a nevét, és megváltozik a személyisége. Hú, mi közel ennek az anyaghoz? Ugyan mesélj már róla. Lecseréli a nevét, mint egy nő. Ha megváltoztatja a nevét, tehát teljesen hozzámegy a férfihez, és mondjuk átveszi a férje nevét, akkor megváltozik a nőnek a személyisége.
Érted? Tehát mi köze ennek az anyaghoz? Attól, hogy valaki nem ismeri az égi alapelveket, égi törvényeket, a nem tudás nem mentesítő körülmény. Attól, hogy valaki nem ismeri, mint égi alapelv, égi törvény, hogy hogy kell bánni a saját lelkeddel, nem mentesítő körülmény. Érted? A nem tudás az mindig szívást jelent. Érted? Tudod, a boci mit csinál? Szív? Na, hát úgy szívnak az emberek is. Na? Tehát cumi, tudod? Hát sokan bekapják a cumit hamarosan, meg már be is kapták. Gondold végig. És gondold végig, mi azzal foglalkozunk, nem én, mindnyájan, akik itt tanulnak, foglalkozhatnak azzal, hogy segítsünk másoknak tudatosodni. Gondold végig. Tehát vagy tudatosodnak az emberek, vagy nem élik meg a következő korszakot. Lesz egy új korszak. Csak nem élik meg. Érted? És ennek az új korszaknak 35-re be kellene következni. Bezonyám, azért mondtam a 35-ös nagyon érdekes összefüggéseket. Dátum összefüggés. Érted? És nem élik meg. Nem fogják megélni. Mert nem akarnak fejlődni. Tehát gondold végig, abban a korszakban az emberek olyan fejlődést indítanak el magukban majd, aminek van egy feltétele. Tehát az ember akkor tud fejlődni, ha nem veszik őket körül az elnyomók. Érted? Minden ötödik ember a bolygón elnyomó. Tehát 1,6 milliárd elnyomó van a bolygón. Minden ötödik ember. Te nem is tudod, hogy a környezetedben ki az elnyomó, mert nem tanultad, érted? És nem tudod megkülönböztetni, mert ugyanolyan kedvesnek tűnik, mint te. Közben azon dolgozik bőszem, hogy neked ne menjenek a dolgaid. Érted? És az azt jelenti, hogy ha egy ember elnyomást kap, akkor hogy fejlődjön? Mert mikor az ember megkapta az elnyomást, akkor szó szerint elmegy az esze. És elkezd ösztönösen cselekedni, ösztönösen működni. Még azt a kis tudást is, amit összeszedett élete során, azt is elveszíti. Így működünk emberként. Hát így nem lehet tanulni, hogy akkor utána fölküzdi az ember magát, megint jó állapotba, akkor megint tanulhat, majd megint hirtelen egyik pillanatról elnyomják a másikra, elnyomják, és már le is esett a hangulata. És már is ösztönösen kezd el működni, és mindent elfelejt, amit tanult. Érted? Minden. Csak az ösztönös működés lép életbe. Azért az autót el tudja vezetni, azt is ösztönösen vezeti. Meg hazatalál, tudod, mert az is már ösztönösen begyakorolta, hogy merre kell hazamenni. De az, hogy gondolkodjon, az már luxus. Egy olyan embernek, aki éppen elnyomás alatt van. Tehát így nem lehet egy embernek fejlődni. Ahhoz, hogy az emberek fejlődjenek, az elnyomásmentes társadalomra van szükség. No? Még hála Istennek az, hogy az elnyomók azok mind anyagcentrikusak. Én még nem is láttam mást elnyomókban, csak anyagcentrikus embereket. Mert ha valaki szellemileg fejlett már, az rájön, hogy az anyag csak egy eszköz, nem cél. Érted? Ez csak egy eszköz. Az anyag eszköz arra, hogy az igazi célt, az ember a szellemi fejlődését megvalósítsa. Oké? Okay? És az ember, ha szellemi fejlődésben elindul, és egyre okosabb, értelmesebb, eszesebb, hát annál jobban tud boldogulni az élet bármely területén.
Beleértve a munkát is, meg a jövedelemszerzést is. Természetesen. És akkor azt mondja például, amikor az ember tanul, van egy alapok alapja, amit itt hallottam a PPH-nál, itt a Nyílt Akadémiánál, hogy etika. És akkor elkezdi etikusan élni az életét, és az ember etikusan éli az életét, akkor elkezd megjavulni az élete. Érted? Milyen egyszerű. És az életének minden területe elkezd megjavulni. Tehát bármelyik területbe berakod az etikát, elkezd javulni az a terület. Érted? Minden terület akkor működik rosszul, hogyha hiányzik belőle az etika. Jó? És az etika nem csak azt jelenti, hogy ott vannak az ártó tettek. Nem, ott vannak a mulasztások. Tehát az etikátlanság, azok az ártó tettek és a mulasztások együtt. És ma nagyobb mértékben van jelen a mulasztás, mint az ártó tettek a társadalomban. És az emberek elmulasztanak dolgokat. Például elmulasztják a saját lelki fejlődésüket. És utána csodálkoznak, hogy egy idő után elkezdenek szenvedni. Mert le kellene vezekelni azt a rengeteg ártó tettet, beleértve, és mulasztásokat, amit tettek. Illetve inkább azt mondom, hogy rengeteg mulasztást és ártó tetteket, amit tettek. Mert mondom, az ártó tettek kevesebb, mint a mulasztás. Tehát van egy alap például az etikában, a mulasztásnál, hogy mulasztás az, hogyha elmulasztasz olyan dolgot másoknak nyújtani, amit bezzeg te szeretnéd, ha neked nyújtanák. Vagy mulasztás az is, hogy elmulasztasz egy szervezetnek, tehát sok embernek, másoknak, nyújtani olyan dolgot, amit bezzeg te szeretnél, hogy te kapnál egy szervezettől. Érted? Mulasztás. Mulasztás. Tehát most gondold végig, vannak csomóan, akik itt tanulnak, nagyon-nagyon sokan, tehát többen, mint gondolod, és annak egy része, az segít másoknak abban, hogy ők is tanuljanak. Érted? Másik része meg kit érdekelnek mások. Érted? Ezt csinálják. Nem mulasztás úgy véletlenül. Hm? És akkor vannak még olyanok is, akik megítélik előre az embereket. Érted? Hát neki nem szólok, hogy tanuljon, mert hát őt úgy se érdekelni. Honnan tudod? Mi vagy te Isten? Hm? Nem vagy te Isten. Az voltál valamikor, de ebben a létedben nem vagy Isten. Én sem, senki. Itt földi emberek vagyunk. Nehogy már olyan dolgokat döntsünk el, ami az Istenek feladata. És akkor vannak emberek, akiknek nem tetszik, hogy Istenekről beszélek. Hát mindenkinek van sajátja. Neked egy Istened van, nem kettő, nem három, egy. Mindenkinek van egy Istene, és az a sajátja. Világos voltam? És ez az ősi tanításokban így van. És ha már ősi tanítás, láttam egy filmet nemrég. Valaki kérdezte tőlem, hogy láttam ezt a filmet. Mert hogy a alexandrai könyvtárt a keresztények gyújtották fel. Abban a filmben. És hogy láttam, nem mondom, megnéztem, most a napokban néztem meg ezt a filmet, és a keresztények gyújtották föl a filmbe, hogy az az alexandrai könyvtárat. Illetve nem felgyújtották, hanem tönkretették. Mindegy. A könyveket gyújtották föl. Vagyis nem a könyveket, mert akkor tekercsek voltak. Azokat gyújtották föl. És ugye nekem van egy olyan képességem, hogy meg tudom kérdezni, hogy mi az igaz, és mi a hamis. De annak alapján, hogy most
nem nézem meg, akkor nem tudom, mit kérdezzek, érted? Tehát ezt meg kell nézni. És így már tudom mondani, hogy igaz. Oké? Igaz. Mert ugye a keresztények szerint az ősi hit az pogány. És abban az ősi hit tudása volt fölhalmozva az alexandrai könyvtárban. Oké? És az ősi hitet egy új hit el akarja mindig pusztítani. Ez az alap. Hát nézzétek körül, hogy például mit műveltek most itt az arab tavaszkor a mohamedámok, érted? Hogy hívják más néven? Iszlám vallásúak, így van. Iszlám vallásúak. Mit műveltek? Szobrokat, micsoda mennyiségű értéket, felbecsülhetetlen mennyiségű értéket pusztítottak el. Mert nem volt, aki katonasság, amelyik megvédje. Érted? Ott a saját országukban. Mert szerintük a szobrok azok bálványi imádás. Érted? Jó, szóval mindegy. A tudatlanság az valami brutál mértékekben uralkodik el a Földön. Érted? Brutál mértékben. És itt van egy szervezet, amelynek az a küldetése, nekünk a szervezeten belül, minden egyes tanulónak az lenne a küldetése, hogy vigyük az emberiséget a szeretet kor felé. Érted? Hogy minél hamarabb a bolygón szeretet kor legyen, határidővel, ez a határidő 2035. Persze segítenek a teremtőink, és téged is segítenének, ha tennéd ebben a dolgodat, érted? De hogy segítsen a teremtőd, ha nem teszed a dolgod? Hm? Jó kérdés, nem? Tehát hogy lesz úgy aranykor, szeretetkor, hogyha az emberek nem kellőképpen szeretik a többi embereket, és nem akarják megosztani velük azt, hogy van tudás a boldogabb életre. Érted? És a boldogabb élet egyik alapfeltétele az elnyomástól, elnyomóktól mentes élet. Érted? És most gondold végig, egy olyan világot élünk, ahol a jó emberek, az emberiség 80%-a, érted? A szociális emberek, ahogy másként ezt lehet mondani, azok hatalomra segítik az antiszociális elnyomókat. Érted? Brutál. Jó, tehát baromi tudatlanság, és minél butább a társadalom, annál több antiszociális ember lehet a hatalmon. Ez így működik. Annál több elnyomó. Ugye kik az antiszociális emberek? Pszichopaták, szociopaták. Jó? Nem tudod, mik azok, nézz utána a neten. Jó? Nagyon jól le van írva a Wikipédiában. Ott van benne, hogy kik a pszichopaták, kik a szociopaták. Jó? És a hatalomba 90-es években tanultam, hogy akkor lesz nagy baj az emberiségnél, ha a hatalomban túlnyomó többségében elnyomók kerülnek. 90-es években tanították nekem. És ez itt van. Most honnan tudni, hogy itt van? Lásd Covid. Lásd Covid időszak. Bebizonyosodott, hogy a vezetők nagy része itt a világban sajnos antiszociális. Oké? Tehát ugye tudjátok, hogy az ember úgy működik, hogyha fél, akkor sokkal nyitottabbá válik a betegségre és a halálra. Nem tudom, tudjátok-e? Ez így működik. Minél jobban fél, annál nyitottabb a betegségre és a halálra. Covid időszakban elérték, hogy féljenek az emberek, ezért valamicskét nőtt a halálozás, meg lehet nézni. Egészen 23-ig fönn vannak a halálozások az interneten, Magyarországon. Jó? És meg tudod nézni, hogy nem annyival nőtt, mint amennyi félelmet
generáltak az emberekbe, érted? Meg amennyien beoltatták magukat. Nem annyi van őt. Tehát ez nem olyan betegség volt, amiben belehaltunk volna. Nem. Csak elhitették az emberekkel, hogy az egy olyan betegség, hogy bele lehet halni. És ugye kik hitetnek, kik keltenek rémhíreket? Ez rémhír volt, érted? Ez rémhírkeltés. Kik keltenek rémhíreket? Az elnyomók. Egy szociális ember nem kelt rémhíreket. Világos? Tehát ez rémhírkeltés volt, hogy most az emberiség, ha nem oltatja be magát, kipusztul. Jé, nem oltottam be magam, azt itt vagyok. Nem pusztultam ki. Érted? És az egész családom itt van, és nem pusztultunk ki, mert nem oltottuk be magunkat. Érted? De ez nem rémhír. Ez teljesen rémhír. Nem oltatod be magad, akkor meghalsz. Érted? Ez rémhír, és ez köztudott. A rémhír keltők, azok elnyomók. Érted? Elnyomók. Nem szociális ember. Egy szociális ember nem kelt rémhíreket. Ez így működik. Te szociális embernek érzed magad, akkor biztos vagyok benne, hogy sose keltettél rémhíreket. Érted? Ennyi. Jó? Szóval, érdekes világban élünk, és mi lesz veled, ez a kérdés? Hát vagy fejlődik az ember, vagy nincs túlélése. Ennyi. Ez se lesz. Ez se lesz. Csak ezzel van egy baj, hogy reinkarnálódni fogsz. Érted? És vajon milyen körülmények közé? Mert minden életben olyan helyre reinkarnálódunk, olyan családba, amit érdemlünk. Bezanyám. Jó, ha tudjuk. Na? Tehát oda reinkarnálódunk, amit érdemlünk. És ha te azt érvelmed, hogy esetleg ne is erre a bolygóra reinkarnálódj, hanem egy új bolygóra, ami már létrejött, kint valahol a csodában az univerzum szélén, és ahol az élet, az emberi élet nemrég indult, én nem szeretnék a helyedbe lenni, jó? Maradjunk ennyibe. És nem is leszek a helyedbe. Jó? Tehát el kellene ezeken gondolkodni. És nem azokról beszélek, akik itt tanulnak, hanem azokról beszélek, akiknek a legfontosabb az anyag, és nem akarnak fejlődni. Jó? Ha valaki viszont akar fejlődni, akkor nézzük meg, milyen feltételekkel. Jó? Mik a feltételek? Itt vagyunk. Van 30 óra képzésünk. Egy hónapban. Amit lehet igénybe venni, személyesen, vagy tévén keresztül, vagy rádión keresztül, lehet felvételről is igénybe venni, sőt, le is lehet tölteni. Az értéke a coachképzéseinknek 200 ezer forint, bizonyítványt is adunk évente a coachképzésekről. Tehát egy szemeszter egy év. Amennyiben most kezded el, akkor nem 200 ezer forintba kerül, csak 19.700-ba, egy hónap. Illetve az első hónap. Második hónaptól még kevesebb, csak 12.500 forint. És azt is garantáljuk, hogy ezt az igen kedvező díjat, ezt fenntartjuk a következő áremelésig. Vagy átcsökkentésig. Jó? Ha megnézed, hogy ilyen típusú képzések, amik ezután fognak következni, ugye a szünet után, minden alkalommal a szünet után következnek, máshol hol kapnál ilyet? Mennyiért kapnál ilyet? Egy helyen sehol, jó? Ahol pedig kapnál, ott legkevesebb, az óradíj az 3000 forint. Az a legkevesebb. Jó? Az alatt sehol nem kapsz. Ez 10-szer annyi, mint a mi tandíjunk. Jó? Maradjunk ennyibe. Óránként. Úgyhogy, ha úgy látod, hogy itt a helyed, akkor itt a helyed. Ha úgy látod, hogy semmi közöd ahhoz, hogy fényküldött vagy, és nem is akarsz fényküldött lenni, hát akkor éld az életedet úgy, ahogy szeretnéd. Sok sikert kívánok hozzá.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk most egy fél óra szünetet, utána pedig folytatjuk a egészségteremtő coach képzésünket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!